A magyar-máltai szeretetszolgálat hajléktalan embereket segítő küldetése ma is ugyanaz, mint 28 évvel ezelőtt, az első szálon megnyitásakor volt. Segítséget nyújtani az utcára került, korábbi életüket elveszített embereknek. A szeretetszolgálat ugyanazt vallja, és ugyanúgy tekint a nincstelenekre, mint korábban tette, segítő szervezetként áll mellettük, és a jövőben is ugyanazt a támogatást nyújtja nekik, amit eddig. Ugyanúgy, mint az előző években fölkészültünk a térre, és ugyanúgy, ahogy a többi években mindig segítettük azokat, akik kint vannak az utcán, és próbáltuk őket ruhával, melegétellel ellátni, ezután is így lesz. A törvény kapcsán csak annyi változott, hogy nem lehetnek az utcán. Mi egyébként eddig is dolgoztunk, értük meg, ezután is fogunk. A magyar-máltai szeretetszolgálat intézményei úgy, mint a kalocsai is, az elmúlt években férőhely hiány miatt senkit nem utasított el. A szervezet ugyanezt az elvet követi most is, mint korábban, mindenkinek megfelelő elhelyezést nyújt, aki a felajánlott segítséget elfogadja. Sajnos nem mindenki él ezzel a lehetőséggel. Meghirdettük 2 évvel ezelőtt is a Fürödj programot, ami azt jelenti, hogy meleg fürdőt, aki kint van, biztosítunk nekik, és nem volt, helyünk is volt, és nem volt olyan, aki bejött volna, visszajárt, megfürdött, és elment. Tehát nem nagyon akarnak ők hajléktalan szállóra beköltözni, ez nagyon érdekes dolog, de ez van. Tehát nem akarnak bemenni. A szeretetszolgálat hajléktalan ellátó intézményei jelenleg az ősszel megszokott telítettséggel működnek. Nálunk 5-en vannak most jelenleg, teljes ellátással, lakbért fizetnek, és most is teltház van, általában teltház van, de télen fölvállaljuk azt, hogyha ilyen egynapos segítség kell valakinek, aki utcán maradt, vagy esetleg nagy hó lesz, mint amire már volt példa, és nem tud elutazni, stb., akkor egy napra befogadjuk őket a máltai szeretett szolgálatnak a házába, de folyamatos elszállásolást nem tudunk adni. A máltai szeretett szolgálat ezen a télen is számít a társadalom segítségére. Így kéri a lakosságot, ha földön fekvő vagy segítségre szoruló embert lát, jelezze a szervezet felé.